Ernesto Guevarráról mindannyian hallottunk, a története többé-kevésbé ismert az emberek előtt, és ma már azon sem lepődünk meg, ha a hétköznapi sétáink egyikén szembe találjuk magunkat ikonnás irányított arcképével. Csegevára 39 évesen, 1967. október 9-én hunyt el, a lakja azonban azóta is meghatározóvá vált számos generációnak. Losancárpár jegyzetének főszereplője sok más szféra mellett a vajdasági magyar irodalomra is hatással volt. A csegevára történet bonyolultságáról Losancárpárt hallják. Immel az ember, mondom. De nem arra az ismert jelenetre gondolok, amikor Pilátus teatrálisan, cinikusan a tömeg elé löki a názáreti embert hanem nézem a Csegevara kivégzéséről készült 50 évvel ezelőtti fényképeket. Mesztelen felső test, földgyúrt nadrág, meredező lábújak, a testet tárgyasító, szemügyre vevő kivégző osztag, és mint a hallanánk a kijelentést, bevégeztetett. Persze mennyire más ez a kép ahhoz a közismert, Alberto kordához köthető idealizált, idomított fényképez képest, aminek különféle változatai láthatók a terepszínű egyenruhákon, vagy éppen a süldő lányok bugyján. Ez már a Gevara lány, a nem is olyan régen Zágrábban járt, Aleida haragját is kiváltotta, mint ahogy különféle tiltakozások hallatszottak akkor is, amikor 120 ezer dollárért elárverezték Csegevara hajszálát, vagy tavaly, amikor eladták 20 ezer dollárért egy szivardobozt, amely állítólag Csegevara-hoz tartozott. Mint hiába, embert még nem sajátított így ki az áru mechanizmus, a hozzáköthető jelekhez mindenütt bankjegyek tapadnak. Az áru ikonnál silányított forradalmár képét csak tovább erősíthette, hogy 1996-ban kiadták a Motoros Naplója című könyvet, amely utazgató Dendi egy az élvezetekbe belemerülő ifjonc, a vágyakozó, egyúttal a gondolkodás elől kitérő nyáspolgár alakját jelenítette meg az ideológiai kódokkal terhelt olvasó számára. Az utazgató Gevara úgy tűnt fel a recepciókban, mint egy önfelett, reflektálatlan, föllázított prózaíró Jack Kerouac, aki amúgy tudjuk az utollevés szentségét közvetítette, például az egykori szimpózionisták számára. Az áru szerepre lefokozott Gevara személyéből nyilván kilógoztak mindent, ami alásó, így a forradalmi idealizmus csillogását, az internacionalizmus jelentéseit megvalósítani próbáló, töprengő, gyötrődő embert. Még azok is, akik hajlandók voltak elismerni, hogy ez az ember föláldozta az életét egy eszményért, voltak éppen egy individuális, öncélú, romantikusnak minősített, elvont lázadás hordozóját látták. Ne legyünk azért igazságtalanok, akadt itt más is, és ha már a recepcióról beszéltem, legalább villancsunk valamit ebből a másból. Olvasom. A hang, ha elhallgat, hiánya megmarad. A test, ha megölik, hiánya testé válik. Adni kell neki kenyeret, adni kell neki szabadságot. Nem más írta ezt, mint Csóri Sándor méghozzá Bolíviában kivégzett Gevara halála kapcsán. Ha pedig itthon maradunk, akkor megkerülhetetlen a Tolnay otto féle recepció, vélhetően a legérdekesebb. Mondjuk a Gevara című versben a lepratelep szó az ismétlés logikájából merítve építi a vers oszlopát. Teszi ezt úgy, hogy valójában utal az orvostant tanuló Csegevara specializációjára, hova tovább azt olvassuk, hogy a szöllőszemként áttetsző új bankjegyet lepra bacilusok mintázzák. De a hamis pénzverők ezt is tökéletesen utánozzák. Ami viszont a kubai nemzeti bankot elnöklő forradalmár monetáris ténykedését és tragikus sikertelenségét hozza szóba. Aztán olyan kivetítéseket, konstrukciókat is olvasunk tolnainál, hogy kezetráz az Aztmás Prost rokona, mármint Csegevara, a francia utazó íróval, Henri Misóval, méghozzá az Andokban. Amúgy megint csak beemelve egy életrajzi mozzanatot, jelesül a forradalmárt makacsul, döntő pillanatokban is gyötrő, kínos betegséget, és hozza elképesztő rokonságba a forradalmat és a művészetet, mondván, hogy az élet csak a forradalomban válhat művészetté. A Guevara történet alapja olyan, mint egy nevelődési regény, miszerint egy argentin burzsóá család porontja, a francia költészetét is kedvelő, orvosnak készülő fiatalember, bejárja Latin Amerikát, tapasztalatokat gyűjt, aztán lassan föleszmél. Olyan ez, mint egy forradalmár gerilla bildungja, a kezdetben közömbösnek mutatkozó, a burzsóá örömökben fürdöző fiatalember fokozatosan alakul, létesül, és olyan szereplőjévé válik a történelemnek, aki beállítottsága okán aztán mind az amerikai, mind a szovjet impérium veszélyes tart. Egyébként néhány évvel korábban két amerikai ügyvéd döntötte el, hogy bebizonyítsa azt, amit persze mindenki tudott, ám mégis jó, ha valaki kézzelfogható bizonyítékokat nyújt, tehát az amerikai titkosszolgálat serén ténykedését a forradalmár megölésében. A fiatal ember meghatározó tapasztalatokra teszett 1954-ben Guatemala-ban, noha itt még nem hatol eléggé mélyre. De itt lát, amerikai beavatkozást, latin-amerikai stílű diktatórikus mozgásokat, és azt kezdi mérlegelni, hogy az emberek miért nem tudnak segíteni magukkal. Voltaképpen megtanul máshogy látni. Aztán a guatemalai emigránsokkal együtt Mexikóba megy, ahol találkozik a forradalmi demokratikus nacionalizmus olyan kubai reprezentánsaival, mint a Castro testvérek, aki közül Fidel Rühelli az opportunistának vélt kubai kommunistákat, ám hatalmat akar dönteni Kubában. Hosszú történet következhetne itt, és nem is szokás ismerni azt a kanyargó utat, amely a nemrégiben elhunyt Fidel castro akit a kommunisták burzsóá pucsistának tartottak, a latinamerikai kommunizmus képviselőjének a hírébe hozza. De rövidítenem kell. Még ott Mexikóban a mindenfajta katonai tudás hiány lévő gevara a többiekkel együtt katonai gyakorlatokat végez, képezi magát az eljövendő gerilla létre. Egyúttal megalapozódik a gevara féle meggyőződés a határozott, elszánt, aszkézist is vállaló katonai fegyelem hatómechanizmusairól. Militáris észjárásának itt a gyökerei, ez irányú keménysége abból adódik, hogy az idevágó bizonytalanság és puhányság alássa a forradalmi célokat. És csak a vég felől szólok a dolgok alakulásáról. 1959-ben megdől a korrupcióval átitatott, az erőszak rettenetes formáival föntartott, az amerikaiak által támogatott, majd otthagyott Batista rezsim, és elkezdődik a poszt Batista féle Kuba történelme. Guevara érjel először a fővárost, ő alapítja meg az újdonsült állami belügyi hálózatot, a G2-t. A vele kapcsolatos viták amelyek az idén is föllángoltak, nem utolsó sorban idevágó ténykedése kapcsán törnek a fölszínre. Miszerint Gevara az erőszak által mozgatott forradalmi tribűn megtestesítőjévé vált, írtotta máskét gondolkodókat, valamint a homoszexuálisokat, meglovagolva a mácsó érzületű kubaiak érzületét. Ez szerint Gevara vérengző fenevad rögtön elrontotta a dolgát. Ám a kérdésnek van egy tapasztalati és egy konceptuális vonatkozása. A történetírók bizonytalanságba hagynak bennünket. Például a hibákkal tarkított, ám egyúttal revelációkat tartalmazó Gevara könyv szerzője, John Lee Anderson, Kerek Perec kijelenti, hogy a mi erőszak arányban állt a korábbi rezsim erőszak gyakorlatával. Noha gondolkodnunk kellene, hogy mit is jelent az a bizonyos arányosság. Ha a mai fősodor vezet bennünket, akkor nyugodtak lehetünk. Ez a jól ismert, undorító forradalmi erőszak és terror. De ha nem adjuk meg magunkat a konformitásnak, akkor gondolkodnunk kell a forradalmi igazságszolgáltatást, és persze a forradalomban gyökerező bosszú mi bellétéről. És már is ott vagyunk a forradalmi erőszak emberfeletti kérdésköreinél. Nyilván Gevara is mondhatta volna Robespierrel, ti forradalmat akartok, de forradalom nélkül. Minden esetre emberünk állami tisztviselő lesz egy ideig, világszinten is föllép, azért harcol, hogy megszűnjön a kubai gazdaság függőség szerkezete. Ami viszont szinte sohasem látható. A forradal már, aki tudja, hogy csak a kezdet teremtődött meg, semmi egyéb. A másnap éppen olyan fontos, mint az aznap. És nem látható az az ember, aki azon gondolkodik, hogy hogyan lehetséges egy olyan szocializmus, amely nem ismétli a szovjet típusú rossz szocializmus zsákotcáit. Gyanítom például, hogy nagyon kevesen olvasták a London School of Economics tanárnője Helen Jaffe által összeállított könyvet Gevara politikai gazdaságtani reflexiói kapcsán. Hova tovább a könyvhöz egy laborista nagyágyú, Lord Magnat Dessay írt, igaz nem túlságosan fantáziadós előszót. És bizony adódnak tanulságok itt, és azok, akik a reflexiók szerzőjében csak egy romantikus szédület megtestesítőjét, vagy meggondolatlan álmokfutás képviselőjét látják, megrendülhetnek. Gevola persze nem érzi jól magát az államtisztviselő bőrében. Ma fölöttébb nehéz magyarázni a forradalmi internacionalizmus gondolatát, viszont a föllépését, a forradalom eszkalációjának eszményét ez nélkül nem lehet megérteni. Az, hogy egy időben Kubában is lehűtötték a rávonatkozó emlékezést, pontosan ezzel magyarázható. Guevara aztán több téves taktikai lépésbe bonyolódik, először Kongóban, majd Bolíviában, ahol utoléri a sorsa. Az új kubai hatalom hajnalán Havannában tartózkodó, és a Gevarával szivorozgató Jean-Paul Szártor híres kilentése, miszerint Gevara a kor legkomplettebb személyisége azért maradjon csak egy idealizáló állítás. Maga Gevara előlegezte saját fiatalkorában bekövetkező halálát ahogy ezt egy beszédben olvashatjuk is. És nem valamilyen vásári jóslat volt ez, amelyet egy kristálygömb forgatása közben mondanak ki, hanem a személyes késztetések és a lehetőségek kemény végig gondolása. Valójában elébe ment a halálnak, szinte fölkereste a halált. Hiszen a forradalom tova görgetésének kísérlete a kubán a polgári biztonságon kívüli lehetőségek keresése, az embertelen körülmények közötti harc egyszerre volt a forradalmi internacionalizmus gesztusa és valami fajta menekülés. Menekülés az eltékozott lehetőségektől, attól, hogy a történelem rossz irányt vesz, és főképp menekülés az eszmények összeroppanásának lehetőségétől.